Új helyszínen a Besenyei Gimnázium dísztermében tartotta hagyományos szurkolói ankítját a kisvárdai csapat. A megjelentek sok ismeretlen arcot láthattak, mivel a 11 távozó helyére 13 új játékos érkezett. Két magyar kézilabdázó mellett brazil, szerb, román, horvát, montenegrói, orosz, szlovák, lengyel és angolai játékosok vannak az új szerzemények között. Az újdonsült csapatkapitány Orbán Adrien szerint nem jelent gondot az, hogy különböző kézilabda kultúrákból érkeztek a játékosok. Nagyon sok a külföldi játékosunk, de nekem ez nem újdonság, hiszen már előző években is rengeteg külföldivel játszottam együtt, úgyhogy nekem ez egyáltalán nem nehézség, nem probléma. Próbálom én is összefogni a lányokat, hogy tényleg egy csapatot alkossunk, és ne is érződjön azt, hogy külön kultúrából jöttünk, de úgy gondolom, hogy ezzel nincsen probléma, edzéseken nem látszik ez, mindenki tényleg tudja maga dolgát, és csinálja maga dolgát, pályán kívül pedig próbálunk azért tényleg a legjobb hangulatot kialakítani, volt csapatépítő programunk is, és persze rengeteget vagyunk együtt, hiszen ez egy kisváros, úgyhogy nem is tudunk nagyon egymástól eltávolodni, de úgy gondolom, hogy ez így van jól, úgyhogy remélem, hogy ez majd a pályán is megmutatkozik. Az egyik új szerzemény a Debrecenből érkező horvát pásztor Bettina. A válogatottban is bemutatkozó játékos, a szintén nyáron érkező lengyel Veronika Kordoviszkával őrzi majd a kisvárda kapuját. A Verával nagyon jó kapcsolatom van, igazából próbáljuk egymást támogatni, így az edzőmeccseken is megbeszéltük a tapasztalatainkat, és igazából ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy hosszú távon tudjuk egymást kiegészíteni, mert vannak jó napok, vannak rossz napok, és a legfontosabb, hogyha valamelyikünk esetleg rossz napot fog ki, a másik tudja őt segíteni. Vlatko Janovics vezetőedző elmondta, hogy elégedett a játékosok 7 hetes felkészülés alatt mutatott teljesítményével. Valamennyi edzőmeccset megnyerték, de ebből nem szabad messze menő következtetést levonni. Az viszont biztató, hogy sok azonos képességű játékosra számíthat. Jó játékot várok a csapattól, a jó játék pedig általában eredményességgel párosul. Minden mérkőzésen a maximumot várom a lányoktól, aztán az adott meccsen kiderül, hogy az mire elég. Bízom abban, hogy az élcsapatokkal is fel tudjuk venni majd a versenyt. Nem lesz egyszerű, de erre törekszünk. A Kisvárda vasárnap 17 órai kezdettel a Mosonmagyaróvárt fogadja. A Kölcsei Televízió nézői hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.